A találkozó előtt a hétközben elhújt Baukó Andrásra emlékeztek a stadionba kilátogatók, a hazai csapat pedig szeretett volna győzelemmel emlékezni a legendás gyúróra. Nagy elánnal kezdte a mérkőzést a Békés 1912 előre labdarúgó csapata, de az első kapura tartó próbálkozást a fehérmezes nyírségiek jegyezték, Ötvös Bence a 18. percben jött az első csabai gól, miután Lukács Rajmond gurította a kapu jobb alsó sarkába. A 26. percben a saját nevelésű Király Patrik megduplázta az előnyt, aki egy szép cselt követően lőtte ki a rövid sarkot. A középpályás az ég felé mutatva tisztelget Tusibácsi emléke előtt. A lilák nem úszták meg kapott gól nélkül az első játékrészt, miután a védők lemaradtak Gyurján Bencéről, a szélső pedig a jobb kapufa mellé helyezte a labdát. A második félidőben kicsit alább a csapatok támadókedve. 20 perc alatt mindössze Szalai Dániel veszélyes fejesét és király 20 méteres lövését írhattuk fel. Schindler Szabolcs együttese a hajrában a védekezésre fektette a hangsúlyt. A nyíregyháza egy szögletet követően így is egyenlített, Kártik Bálint fejelt a alá. A csapatok végül 2-2-es végeredménnyel hagyták el a pályát. A második fél időben próbáltuk ott rendezni a sorokat, egy cserével próbáltuk frissíteni. Nem igazán éreztem azt a, a második fél időben még azt az átütő erőt. Majd jöttek még a cserék, és utána megérkezett a, 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 a gól, és a végén pedig egy szögletből elhoztuk az egy pontot. A kazincbarcikáról szerződtetett Lukács Rajmondnak ez volt az első hazai tétmérkőzése és az első gólja az előre színeiben. Szerintem a 2-0 után egy picit ráültünk az eredményre, akkor meg kellett volna logolni jobban őket, berúgni a harmadikat, és akkor szerintem eredményt is, sokkal nagyobb eredményt is elérhetünk volna. A hazaiak szakvezetője hangsúlyozta, hogy csapata az első félidőben kifejezetten jól játszott, de a szünet után nem sikerült megtartani a kiharcolt előnyt. Változtatni kellett a csapaton, hiszen a támadóink cserét kértek, tehát elfáradtak. A 70. perc körül jelezték többen is, hogy, hogy nem bírják folytatni a játékot. Ez természetesen biztos, hogy befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. Többet tudtuk volna fent birtokolni a labdát. Az utolsó percben kaptunk, vagy hosszabbításban kaptunk egy pontrugás után egy gólt, ami elkerülhető volt. Tehát mind a két fél idő végén volt egy-egy gól, ami szerintem lélektanilag a legrosszabbkor jött. A Békés Csaba szerdán a Magyar Kupában folytatja szereplését hazai pályán a Puskás Akadémia ellen, majd vasárnap Budapestre az MTK otthonába látogat a bajnokság következő fordulójában.